a főpolgármester érkezik a Dunapartra, mögötte ellenzéki kerületek és települések vezetői sorakoztak fel a Lánchídnál. Az önkormányzatokat érintő elvonások ellen tiltakoztak így aznap, amikor a jövő évi költségvetésről szavazott a parlament. Kérem, szavazzanak! A kormánypárti képviselők támogatásával állandósultak a járványügyi védekezés miatt ideiglenesként bevezetett elvonások. Így például a településektől elvették a gépjárműadó bevételt, a leggazdagabb városok által fizetendő szolidaritási hozzájárulást pedig a 4-szeresére emelték. Ebből a szegényebb településeket támogatja a kormány. A döntés ellen a főpolgármester is tiltakozott, ám Gulyás Gergely miniszter szerint ez hiteltelen, mert a főváros új vezetése jelentős tartalékokat örökölt. Tarlós főpolgármester úr több mint 200 milliárd forintnyi tartalékkal adta át a várost, ma is 180 milliárd forint állampapírban rendelkezésre áll a fővárosi önkormányzatnál. Ehhez az állampapírállományhoz kell most hozzányúlnia a fővárosnak, ugyanis már az idén is az eddigi 10 helyett mintegy 22 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell az államkasszába befizetniük. A megtakarítások feltöréséből kell finanszíroznunk a többlet 12 milliárd forintot. A főpolgármester helyettes szerint a jövőbeli fejlesztéseket lehetetlenítené el az, ha minden többlet kiadást a tartalékokból kellene kigazdálkodniuk. A főváros költségvetése fenntarthatatlan pályán van, tehát azt, hogyha egy pillanatnyi állapotot nézzünk, akkor azt hihetjük, hogy rendben van a főváros, de azt látni kell, hogy nem idén, de már a tavalyi évben is működési hiánnyal tervezték a költségvetést. A Fővárosi Közgyűlés ezért a jövő héten arról is szavaz, hogy kérjék az idei többletteher elengedését a kormánytól. Kerestük a fővárosi Fidesz frakciót, hogy támogatják-e ezt a javaslatot, ám nem kívántak nyilatkozni.